Szeretném bemutatni a bizonyítékot arra, hogy a dinoszauruszok léteznek és köztünk élnek. Hogy milyen módon lehetséges ez, azt nem tudom. Az azonban tény, hogy ezek az állatok, ezek a nagyszerű állatok köztünk élnek, és bizonyos embertársaink, akik szerencsések, azok kapcsolatba kerülhetnek velük. És amint látjátok a felvételeket, nagyon kalandos események kerekednek ki ezekből a találkozókból. Nézzünk meg néhány jelenetet, és ezután rá fogunk térni a műholdakra röviden. Azonban meg akartam mutatni, hogy nem csak az űr, hanem a dinoszauruszokra is van bizonyíték, illetve nem csak arra van bizonyíték, hogy az emberek az űrben járnak és űrben sétálnak, repkednek, hanem dinoszauruszok is köztünk élnek. És ennek a bizonyítékát láthatjuk most a tévé, illetve a képernyőn. Hogy került ez el eddig a figyelmünket, azt nem tudom. Valószínűleg nem minden országban lehetséges ez, vagy nem minden országban élnek, vagy bizonyos országban élnek csak dinoszauruszok, de amint látjátok, vannak országok, ahol szabadon élnek a dinoszauruszok, és ebből nem kevés probléma kerekedik, hiszen az ott élő lakosság nincs ehhez hozzászokva szerintem, hogy ez az állatfaj ott él. De meg fogjuk szokni, és biztos vagyok benne, hogy elterjednek majd a Földön, és ki fogjuk tudni őket lőni más bolygóra, és benépesítünk más bolygókat is. Dinoszauruszokkal is, ugyanúgy, ahogy az emberek természetesen el fognak terjedni az űrben. Amint látjátok, megtesznek mindent annak érdekében, hogy a problémát kordában tartsák, hiszen nem egyszerű, azonban gondolom a technológia segítségével ez nem annyira fog problémát okozni, hiszen ezek az állatok csak 65 millió évvel öregebbek, mint mi, szóval nekünk nem kellene, hogy problémát okozzon ez a feladat. Mint ahogy nem is okoz problémát, látjuk, hogy azért vannak áldozatok, és nem minden találkozás, illetve nem minden kaland annyira egyszerű és biztonságos, azonban a legtöbb esetben szerintem megéri a kockázatot, hiszen olyan élményeket szerez az ember, amik egy életre szólnak. Ez például, igazából nem tudom, hogy hol van, hol játszódik ez a jelenet, az biztos, hogy ezek az állatok, ugye ezek kisebb fajták, nagyobb fajták, teljesen mindegy, de az biztos, hogy ezek az állatok az emberekkel együtt élnek, hiszen látjuk a felvételeket, és ez ugye bizonyíték rá. Néhány látogató annak ellenére, hogy szigorúan meg van tiltva, annak ellenére bemerészkedik a dinoszauruszok közé, azonban ez nem jellemző. De amikor igen, akkor óriási problémák kerekednek ebből, mint ahogy látjuk most is. A biztonsági szervek azonban mindig uralják a helyzetet, és igazából nem tudom, hogy történt-e halálos áldozat vagy sem, az biztos, hogy felmerültek kérdések azzal kapcsolatban, hogy szigorítani kell a biztonsági intézkedéseket, vagy sem, mert ilyen incidenseknek nem lenne szabad megtörténnie. Most, hogy láttuk a bizonyítékot a dinoszauruszokra, nézzük meg a bizonyítékot arra, hogy mi egy gömbön élünk. És amint látjuk, ez a gömb föld, ez természetesen, ha jól értelmezem, akkor a nemzetközi űrállomás, az International Space Station,
24 órás élő közvetítése az űrből, ahol nagyszerűen látszik, hogy egy gömbön élünk, illetve az, hogy micsoda struktúrát hoztunk létre az űrben, és innen figyeljük ugye azokat az eseményeket, amelyek a Földön játszódnak le, és ez a bizonyíték arra, hogy mi egy gömbön élünk, és az űrben vagyunk, és hamarosan ezeket a dinoszauruszokat, amiket a másik filmben láthattunk, a dokumentumfilmben, azokat a dinoszauruszokat fogjuk majd ugye más bolygókra áttelepíteni magunkkal együtt, és akkor benépesítjük majd az egész űrt, elkezdve Marssal, ahol ugye még onnan nincsen élő kapcsolás, de biztos vagyok benne, hogy hamarosan lesz. Vagy lehet, hogy csak én vagyok lemaradva. Azután pedig élő kapcsolás lesz minden bolygóról, és ott fogjuk tudni nézni azt, ahogyan a kis dinoszauruszok kikelnek a tojásból, és együtt játszanak majd az elefántokkal, meg a csirkékkel. És aztán ugye természetesen, ahogy egyre jobban elterjedünk majd a többi bolygón, akkor ott megindul a földművelés. Szerintem már lehet jelentkezni egyébként földművesnek én. Azt hiszem, hogy láttam ilyen cikkeket. Sőt, meg is osztottam egy korábbi videóban, úgyhogy akit érdekel, az jelentkezhet földművesnek. Azt hiszem, hogy földműves keresnek, illetve értékbecslőt, úgy, mint földmérőt szintén. Szóval vannak lehetőségek a NASA-nál, és ilyen bizonyítéka, mint ami van, mint amit a képernyőn láthatunk, semmi kétség nincs afelől, hogy hamarosan a Dino Farmon fogunk dinoszaurusz húst termelni, és azt vissza importálni a Földre. És akkor lehet készülni a Galaktikus Köztársaságra, és néhány száz, vagy százezer, vagy 100 millió, vagy esetleg 10 milliárd év múlva az összes bolygót lelaktuk, és utána keresnünk kell egy új univerzumot, de addigra biztos vagyok benne, hogy a technológia segítségével és a programozás segítségével ez nem is fog problémát okozni a legtöbb embernek, hogy ezt elhiggye, hogy ez lehetséges. Még egy érdekességet szerettem volna mutatni azok számára, akik még nem jöttek rá, hogy mi egy gömbön élünk, hogy a bizonyíték ugye az, hogy mennyi műhold kering a Föld körül. Ez 1957, amikor ugye 2 volt állítólag, és ahogy telnek múlnak az évek, természetesen egyre több lett, ahogyan fejlődtünk és kijutottunk az űrbe, és meghódítottuk az űrt, majd meghódítjuk majd az egész galaxist, és végül természetesen az egész világegyetemet meg fogjuk hódítani. Ugye ezek mind-mind azok a műholdak, amik a Föld körül keringnek, és amiről a telefon jön, amiről az internet, a tévé, meg minden egyéb, amit az emberek fogyasztanak, hogy a programban megmaradhassanak. Ezek azok, amik biztosítják ezt az információt, és lehetővé teszik, hogy az agymosás, illetve a propaganda terjedhessen a Föld minden pontjára. Az, hogy hogyan is jut ezen keresztül egy állítólagos rakéta, vagy űrjármű, és hogy nem találkozik egyel se soha, az ugye igazából fel sem merül senkinek a fejében, hiszen az nem része a programnak. Ami a programnak része, az az, hogy mi egy gömbön élünk, amihez a víz hozzá van ragadva. Ezen a gömbön ugye évről évre változnak a kontinenseknek a méretei, a színe és az elrendezése, azonban ez nem probléma, hiszen ugye hát ilyen az élet, ez relatív, minden relatív, ugye ez a relativitás elmélet, és maga a struktúra is változik nyilván ezzel. Azonban a lényeg az, hogy annak ellenére, hogy mindenképpen gömbnek néz ki, a legtöbben agresszíven védelmezik
tényt, hogy ez tulajdonképpen nem egy gömb, hanem vagy egy körte alak, vagy pedig egy ellipszoid, vagy egy geoid, vagy egy akármioid. A lényeg az, hogy a képek is igazak, és az is igaz, hogy a Föld nem gömb alakú. Szóval elég nehéz a helyzet, mikor az ember próbálja megfejteni az igazságot, de szerencsére rendelkezésünkre állnak bizonyítékok, mint ahogy azt láttátok ebben a videóban. Néhány tucat millió év választ el pusztán ezektől a nagyszerű állatoktól minket, és az a kérdés, hogy hol vannak vajon azok a majmok, amelyek félig emberek, félig majmok, amelyek már majdnem beszélnek, de még nem, már biciklizni tudnak, meg autót vezetni, de még rakétát vezetni nem, meg számolni tudnak, de beszélni még nem. Ezek a majmok egyszerűen csak elfelejtettek közben fejlődni. De ezt mindenki ténynek veszi, hogy mi, legalábbis a legtöbb ember valóban, de hogy mi ezektől származunk, és ezek a mi őseink, illetve ezek fejlődtek, és a végén kialakult ebből az emberiség. Ugye ez a másik dolog, ami egy tény. És a legtöbb ember számára ez a valóság. Nyilván hogyan is lehetne ezzel vitatkozni, hiszen ez annyira egyértelmű, hogy ez így van. Természetesen érthető, hogy miért olyan vonzó a beszélő űrmajom a golyón a legtöbb ember számára, hiszen a legtöbb ember számára teljesen mindegy, hogy ő kicsoda, micsoda, mit csinál, honnan jött, mi a feladata, vagy hol él. A lényeg az, hogy a munka után, ha hazaér, lehessen a tévét kapcsolgatni egy kicsit, és elfeledkezni az egész világról. Így nekik teljesen mindegy, hogy ők beszélő majmok, vagy dinoszauruszok, vagy csigákból, vagy kövekből lettek. Azonban azok kevesek számára, akiknek ez nem mindegy, a figyelmébe ajánlok egy érdekességet. Ez nem csak az evolúcióval kapcsolatban, hanem a Föld alakjával kapcsolatban, az űrrel és a többi dologgal kapcsolatban is érdekes lesz. Azonban előtte érdemes egy pillantást vetni erre a képre. Mindenki tudja a tapasztalatai alapján, hogy a víz így viselkedik. Teljesen mindegy, hogy egy kanálvíz, egy cseppvíz, egy pohárvíz, egy vödörvíz, egy kádvíz, egy tócsa, egy tó, egy tenger vagy egy folyóról van szó. A víz mindig vízszintes. Így találták ki a vízszintet. Különben nem vízszintek hívnák, hanem valami másnak. Azonban úgy hívják, hiszen a víz mindig vízszintes. Akkor hogy lehetséges az, hogy ez az, amit meg tudunk figyelni 100%-ában az eseteknek? Ennek ellenére a tudomány elhitette velünk, hogy beszélő űrmajmok vagyunk. De nem csak, hogy beszélő űrmajmok, hanem egy golyón élünk, ahol a víz nem úgy viselkedik, amit mi mindig megfigyelünk, hanem mondjuk ezek közül a verziók közül valamelyik. Ha azt mondanám valakinek, hogy hé, én azt láttam, hogy így viselkedik a poharamban a víz. Vagy azt, hogy ó, nem is így, hanem egy labdán képzeld el, leöntöttem, és így megmaradt rajta a víz. Vagy esetleg így. Akkor 100%-ában az eseteknek az emberek azt mondanák, hogy megőrültél, és ez lehetetlen. Miért? Azért, mert a tudomány nem ezt támasztja alá. Hiszen a tudomány hogyan is működik? Úgy, hogy a megfigyelés és kísérletezés a tudományos kutatás alapja. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a megfigyelés és kísérletezés megelőzi az elméletalkotást, hiszen elméleteket aztán gyárthatunk vég nélkül és korlátlan számban, mint ahogy az meg is történik ugye a világban. Hiszen beszélő űrmajmok vagyunk, ami keringenek egy gömbön, amihez hozzáragadt a víz, a semmiből keletkezett minden,
Ráadásul úgy, hogy a kőből aztán halak lettek és gyíkok, és gyakorlatilag a halakból dinoszauruszok és emberek később, akik aztán elkezdtek hipotéziseket és elméleteket gyártani korlátlan számban, jóslatokat a jövőre nézve, és azokat el is fogadták, és azokat tényként tálalják azoknak az embereknek, az emberek többségének, akinek teljesen mindegy, hogy ő egy majom, vagy pedig esetleg valami fontosabb feladata van az életben. Az elméletek elfogadása egyrészt az ellenőrzés kiértékelésén alapul. Nézzük meg, hogy mi is az ellenőrzés. Az ellenőrzés a megfigyelések, kísérletek egybevetését a jósolt predikcióval ellenőrzésnek hívjuk. Szóval a megfigyelések és a kísérletek egybevetése a jóslattal, ez az ellenőrzés. A kérdés már csak az, hogy a beszélő majom, a gömbhöz hozzáragadt víz, a Big Bang, meg ezek az egyéb elméletek, hol van a megfigyelés és a kísérletezés, ami a tudományos kutatás alapja? Elméleteket gyárthatunk, mint ahogy mindenki gyárt is, jóslatokkal is előállhat, azonban a tény tény marad, hogy sem az evolúciót, sem a Big Bang-et, sem a gömbhöz hozzáragadt vizet nem lehet kísérletekkel és megfigyelésekkel alátámasztani. Így az elmélet nem elfogadható. Akinek ez nem elég, az ellátogathat a Khan Academy weboldalra, hogy megnézi mindezt angolul. Ugye a tudományos módszerről szól első megfigyelés. Ki az, aki megfigyelte, hogy valamiből valami más lesz? Kérdésfelvetés, elméleteknek a felállítása, jóslat, tesztek, tesztelni a jóslatot, és ellenőrzés. Hol marad a megfigyelés, és hol marad a teszt ezekben az esetekben? Ez a kérdés. Remélem, hogy mindenkit legalább valamennyire gondolkodásra késztet ez a videó. Én nem mondom azt, hogy bárkinek is egyet kell értsen azzal, amit én mondok. Én azt mondom, hogy az, aki egyetért, és az, aki még nem tudja, ezek a videók azoknak az embereknek készülnek. Hogy gondolkodjanak el azon, hogy mi az, amit valóságnak elfogadnak, és mi annak a következménye. Mindenkinek a legjobbakat, és halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!